9 játszóteret újított fel az elmúlt hónapokban Salgótarján önkormányzata a foglalkoztatási non-profit Kft. Közreműködésével. A munkagépek és a dolgozók sorra vonultak fel, többek között a Fáy András körútra, a Pécskő útra, a Forgács telepre, a Kassai sorra a feladatok elvégzéséhez. A felújítások során javították a hibákat, és több helyen, ahol bővíthető volt a hely, új elemeket is kihelyeztek a meglévők mellé. A jövő évben is folytatjuk ezeket a munkákat, akkor is a városba található játszótereken teljes körű felújítást hajtunk végre, illetve új eszközöket helyezünk ki azokra a játszóterekre, ahol még a helyszín, illetve a hely engedi. Különös figyelmet fordítunk arra, hogy a megrongált eszközöket, azokat kicseréljük, és biztonságossá tegyük a gyermekek számára, hogy ne keletkezzen semmiféle sérülés. A játszótereket gyakran megtalálják a vandálok. Az általuk okozott károkat folyamatosan javítja a Kft. A vandalizmus ellen próbálunk folyamatosan fellépni, ami általában már a kerítés megrongálásánál elkezdődik, de sok esetben a padok, kukák felgyújtása is jelen szokott lenni. Hát ezzel azért eléggé komoly problémáink vannak, illetve még gyakran tapasztaljuk azt, hogy a lakók a homokozóból a homokot elszállítják a különböző kisállatok alá. Örülünk annak, hogy az önkormányzat ezt ilyen nagy mértékben támogatja, és a város lakóknak az örömét fogja szolgálni hamarosan az, hogy a gyermekek jól érzik magukat egy teljesen korszerű, újszerű állapotba található játszótéren. A felújításokon túl egy új játszóteret is kialakítottak a Pintér telepen, ahol eddig még nem volt ilyen lehetőség a gyerekek számára. A játszóteret közel 4 millió forint ráfordítással hozta létre az önkormányzat a foglalkoztatási Kft.-vel közösen. A programhoz civil összefogás is társult. Az átadón Fekete Zsolt polgármester hangsúlyozta, hogy jogos igénye volt az itt élőknek egy játszótér kialakítása. De azért, amiért önöknek ezt megígértük, ezért az önkormányzat saját költségvetéséből szorította ki azt a pénzt, ami ennek a játszótérnek a létrehozására szükséges volt. Nagyon nagy öröm az egy városvezető számára, hogyha fiatalokat, fiatal családokat és fiatal gyerekeket lát a választó körzetekbe, Salgótarjánba. Az átadó ünnepséget a kicsik szavalata és csoki osztás zárta. Amiután birtokba vették a gyerekek a nagymamákkal, nagypapákkal, szülőkkel, a készségfejlesztő játékelemeket, csúszdákat és hintákat.